Nagy szeretettel köszöntöm a keresztény tanösvény zarándokait. A harmadik nagy fejezet szentségek. És ezen belül is ma a keresztség szentségéről szeretnénk elmélkedni. Igazából keresztség által leszünk az új szövetség népének tagjaivá. Jézus Krisztus nagy családjába a keresztség által születünk bele. Kit megkeresztelnek, anyánk az egyház azt tanítsa, az Isten gyermeke lesz. Megnyílik az ég, és Teremtő Istenünk, a Szent Háromság otthont vesz a lelkünkbe. Igazi nagy csoda, ég és a föld összeér, amikor valakit megkeresztelnek. Én azt gondolom, hogy földi születésünknél is fontosabb a keresztség. Bárki kérheti a keresztség szentségét, és erre logikus fel is kell készülni. Ugye három nagyon fontos részből áll ez a szentség. Elsősorban ugye imádkozunk azért, hogy a megkeresztelt többet életében soha ne kövessen el bűnt. Isten gyermekének a szabadságába éljen. Nagy csütörtökön megszenteli a püspök, mi érsek atyánk, ugye Gyulafehérváron az olajat. És hát ilyen kis üvegecskébe elhozzák hozzánk, és ezzel a szentelt olajjal megkenjük a megkeresztelt gyerek homlokát. Azért imádkozunk, hogy a gonosz lélek cselvetéséből, csábításából, szorításából mindig tudjon kiszabadulni. Isten gyermekeinek a szabadságába élhessen. Utána megszoktuk vallani a hitünket, és megkérdezzük ilyenkor a keresztségi fogadalom keretén belül, hogy akarjátok, akarod, hogy ebbe a hitben megkereszteljünk? És utána jön a vízzel való leöntés. Ugye a zsidó nép a pusztába vonulás előtt a Vörös-tengeren keresztül ment. A vízből született. Valamilyen módon belemegy és újjászületik. Persze a mai világban már ugye nem szokták kérni az alámerítéssel való keresztelést. Leöntsük háromszor az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és Isten, hisszük, hogy a keresztség szentségében valóban a gyermek felnőtt keresztény szívébe költözik. És a harmadik nagyon fontos rész, ugye a krizmával való megkenés. Igen, Jézus Krisztus, ami nem csak példaképünk, hanem ami legkedvesebb társunk, valamilyen módon Krisztus képére, hasonlatosságára születik újra az újra megkeresztelt ember. Krisztus hordozó, és Krisztus hatalmának is a hordozója. Ezért mondjuk az, hogy pap, próféta és király, mindenki, aki meg van keresztelve. És persze utána jön, amikor fehér ruhába öltözik a gyermek, vagy legalábbis egy fehér ingecskét adunk rá, és meggyújtsuk a húsvéti gyertyáról a gyertyát, keresztelési gyertyát és Krisztus világosságát, hát vagy a megkeresztelt kezébe, vagy az ő édesapja, a keresztapja kezébe szoktuk helyezni. Adná az Úr, hogy tényleg a keresztség szentsége mindannyiunk számára a lelki, testi újjászületést jelentsen.